A műsor támogatta a 24 éves Bécsi Autópark. A gyerekek felhőtlen szórakozásához hozzájárult a Superfly Budapest extrém szórakoztató központ. A bentlakók kiváló mozi élményéről a Cinema City gondoskodik. Ajándékba megy holnap le gyerek otthonos. Kipróbálom, hogy működik-e. Igen. Egy live-val kezdődött minden. Több mint 1,5 millió forint, közel 50 rászoruló család, 1500 levezetett kilométer, tonnányi adomány, és persze mi, a Zsó család. Ez a videó nélkületek nem jött volna létre. Fogadjátok át sok szeretettel vlogmeszünk harmadik részét, ahol abba a gyermek otthonba látogatok el, ahol én magam is felnőttem. Na hát jó reggelt, Zsolóverek. Jó Isten, sikerült pár órát aludni, Patrik még mindig alszik, úgyhogy mindjárt felkeltem. Egészen sokáig válogattuk így a ruhákat, meg így szortíroztuk, próbáltuk egy kicsit élhetővé tenni a lakását, tényleg úgy nézünk ki, mint valami raktár most. Úgyhogy igen, és hát még nagyon különleges nap van, mert bár egyébként tényleg abszolút érzelmileg feltöltött, és nagyon sok mindent elindított bennünk, hogy voltunk családoknál, nagyon-nagyon jól eső érzés volt, és rengeteget adott az ételosztás. Most viszont egy olyan helyszínre megyünk, ami nagyon-nagyon meghatározó volt az életemben, ugyanis az a gyermek otthon, ahova most laptopokat, hangszereket, ruhákat, kuponokat, ilyen élményeket fogunk vinni. De én abban a gyermek otthonban nőttem fel, én ott kezdtem a pályafutásomat, oda vittek állami gondozásba, és rengeteg jó és rossz élmény kapcsolódik oda, úgyhogy nagyon-nagyon rég nem voltam ott, annyira kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami változott, annyira kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami más, és ja, gyere kisfiam, gyere, köszönjél Zsolóvereknek, hoppá, hello. No, úgyhogy összeszedjük magunkat, és elmegyünk a hűvös vagy a gyermek otthonba, és meglepjük őket is. Tartsatok velünk! Na, már úton vagyunk, hamarosan egyébként meg is érkezünk. Majd látni fogjátok, hogy a Zsolti egyébként budai úri gyerek, mert hogy én Budán nőttem fel. Gyönyörű helyen laktam. Na, hát már itt vagyunk a kapuba. Egyébként tényleg izgulok, tényleg fura, és egy kicsit jó lesz itt ide visszajönni. Hát hozzáteszem azért, amikor itt voltam, nem a kapun, leginkább hanem a kerítésen közlekedtem. Na mindegy. Mindig itt hoztuk le ezen a lépcsőn az ebédeket, és én akkor még nem voltam ekkora nagy debella állat, és ezek a badellák hatalmasak voltak. Mindig itt hoztuk le, a felénél megálltunk, kifújtuk magunkat, mert akkor még a konyhán főztek. Ez már egyébként megváltozott, ma már egyébként bent főznek a lakásotthonokba. Azért is hívják ezeket lakásotthonoknak, mert tulajdonképpen tényleg olyan, próbálnak egy ilyen kisebb csoportot létrehozni, próbálnak egy kisebb közösséget, mint egy családot működtetni. Függetlenül egyébként minden nevelői próbálkozástól itt nem lehet, tehát nem lehet a családi légkört 100%-osan megteremteni. Pláne egyébként karácsonykor hiányzik az embernek nagyon a család. Lépésről lépésre egyre több emlék jött elő. Egy igazi időutazás, ami vegyes érzelmeket váltott ki belőlem. Az első szerelem ebben a kis házikóban talált rám, de titokban kellett tartanunk. Ebben egy ablak volt a segítségünkre, amin a nevelők tudta nélkül közlekedhettünk. Hát most már van rajta rács, igen, tanultak az esetből. Mutatom, ezen az ablakon másztam ki és be. Ez, lehet, hogy ti nem látjátok, de egyébként ez egy ilyen 40x, hát igen, mondjuk 40x40-es kis ablak. Itt voltak egyébként a Barbie háborúink rendszerint. Az történt, hogy ide kihoztuk a Barbikat, és hát akkor megszentségtelenítettük őket. Felgyújtottuk, levágtuk a fejüket és társai.
Úgyhogy tulajdonképpen barbizni barbiztam, csak hát nem feltétlenül úgy, ahogy azt ti gondoljátok. Aztán lehet, hogy egy adott ponton még sorozatgyilkos is lesz belőlem. A gyámokkal úgy döntöttünk, hogy nem mutatjuk a gyerekeket a videóban. Én sem örültem volna, ha jön egy idegen és az arcomba nyomja a kameráját, mint egy bazári majomnak. Kicsit sajnálom, hogy nem láthatjátok őket. Azok a szemek a picin maszkok fölött mindent elmondanak. Rám is elég nagy hatással voltak. És az első nagyon durva, amit megláttam, hogy ezt én több mint 15 évvel ezelőtt írtam fel ide, az ajtóra, hogy nevelői WC, és így jöttem nevelői fürdő, tehát 15 éve, ezt még én írtam ide, nagyon-nagyon durva. Nagyon durva emlékek egyébként, és megmutatom nektek az én szobámat, az egész intézményben az egyetlen egy erkélyes szoba az ez. Ha jól látom, akkor ez most már nem gyerekeknek a szoba, most már ez nevelői szoba. Úgyhogy ez volt Zsoltinak a régi szobája. Itt kezdődött minden, itt cseperedett a Zsolti, innen indult a Zsoltány. Nagyon durva. Elképesztő volt ezeket a pici gyerekeket látni. Nagyon kis aranyosak voltak. Nagyon fontos az, hogy sokan azt gondolják, hogy a használt, szemétbe való, levetett ruhákat, játékokat, ha elhozzák ide, azzal segítenek, de igazából nem segítenek, csak megerősítik bennük azt, hogy... Hogy ők nem olyanok, mint a többiek. Pedig szerintem rohadtul olyanok voltunk, mint bárki más. Szóval, hogy hát vegyes érzéseket kelt bennem ez az intézet. Mert hogy látni ezt a sok pici gyereket, és csak arra tudok gondolni, hogy nagyon-nagyon remélem, hogy nekik is olyan jóra fordul az életük, mint nekem, és megkaptak minden segítséget és minden támogatást, és csak egy picit is hozzá tudtunk tenni ehhez, akkor ez már egy nagyon-nagyon nagy szó. Na menjünk tovább, mert megint egy érzelgős buzi lettem, úgyhogy... De látni ezt, megélni ezt, visszajönni ide, azért nem egyszerű. Mert bármennyire is igyekeztek a nevelők, ez nem egy család. Bármennyire is igyekezett bárki jobbá tenni az ünnepeket, az életünket, ez nem egy család. És tudjuk, hogy a család az család, de jelenleg ezeknek a pici gyerekeknek, rengeteg roma kisgyerek volt egyébként, vagy nagyobb kisgyerek, most nincsen esélyük arra, hogy mondjuk egy szerető, egyedülálló személyhez, vagy egy szerető meleg párhoz kerüljenek, mert ugye most erre nincs. És arra gondolok, hogy amikor tulajdonképpen itt meghozzák ezeket a döntéseket, akkor úgy elhoznám ezeket az embereket ide, hogy nézzék meg, hogy beléptem a csoportba, és jöttek oda, és a csillogó szemekkel nem tudták, hogy mi történik. Te itt nőttél fel, úristen, de jó, hol, melyik szobában, olyan kedvesek és közvetlenek voltak. És olyan jelek voltunk egyébként mi is, tehát, hogy minden látogatóban, mindenkiben, aki jött hozzánk, azt láttuk, egy reményt láttunk. És ezt a reményt most tökre elvették, és úgy elhoznám ezeket az embereket ide, hogy nézd körben, hogy mit csináltál. Hogy ezeket a gyerekeket, 4-5 éves gyerekeket senki nem akar örökbe fogadni. De a lényeg, hogy akkor ezek szerint minden rendben, és nekünk esélyünk sincs arra, hogy őket innen kihozzuk. Na mindegy, menjünk tovább, ne szomorkodjunk. A nosztalgiázás itt még nem ért véget. Kinyitották nekem a régi báltermet, ahol a legnagyobb rendezvények zajlottak. Itt volt a farsang, a karácsony vagy a nemzeti ünnepek. Itt rendeztem meg 13 évesen a kis gyufárus lány meséjét is. Eléggé kora érett srác voltam, igen. Magam sem gondoltam, hogy a meg annyi fotó között megtaláljuk a kis Zsoltit. Turi Miki Bella néni, ő volt a gyámom, ő volt a pszichológus, az Eszti. És hát ő volt egyébként a Mikulás is, igen. Pozsonyi Judit néni, őt Nikinek hívták, azt hiszem. Itt vagyok! Miért? Ott a Zsolti. Tóth Szilvikével. És hát ő farsang volt, és vasutasnak öltöztem, mivel hogy egyébként is vasutasnak tanultam. Így hát így adta magát a dolog, meg hogy ugye gyerekvasutas is voltam, viszonylag könnyű volt.
Rákövetkező évre már hastáncos nőnek öltöztem, azt nem annyira díjazták. De mindegy. Ó, Istenem! Igen, Robi bácsi, aztán Robi bácsi lett a gyámunk. Muzsai Tamás, Ádám. Valahol itt kéne, megint csak itt vagyok. Hát már akkor is roptam, kérem szépen, azért ott volt, hogy ugye, Hány Zsolt is egy buli. Abban a pillanatban, ahogy tánc volt, én ott voltam. Na jó, van, menjünk fel a csoportba, mert azt mondták, hogy ebéddel várnak, és tudjátok, ha kaja van, akkor nekem ott kell lennem. Gyertek! Üres kézzel mégsem mehettem a srácokhoz, így hát magamhoz vettem az ajándékokat, aminek egy részét az általatok küldött pénzből vettem. Aztán jöhettek a lépcsők. Gyerekként fel sem tűnt, hogy ennyi volt belőlük. Na, hát itt van velünk Imre egyébként, ő az intézménynek a vezetője, ugye? Hogyha nem tévedek, hát mi ugye nem ismerjük egymást, én jóval előbb voltam itt, mint hogy te itt intézményvezető lettél volna, de majdnem találkozhatunk volna akár a Békében, nem? Igen. Mert hogy a másik intézetben, ahol voltam, ott pedig nevelő voltál. Hány gyerek van itt most az intézetben? Nálunk jelenleg 22 gyermek van, 22. És februárban fogunk kibővülni. Aha. Egy csoportot felújítunk, és akkor 34 gyerekünk lesz. Wow. Ugye felvettük előzetesen a kapcsolatot, és kérdeztem, hogy mire van leginkább szükségetek, és mondtad, hogy most az online oktatás miatt számítástechnikai eszközre. Úgyhogy mi hoztunk 5 darab laptopot nektek. Ezek a laptopok egyébként tényleg csodálatosak. i5-ös processzor van benne, meg mindenféle RAM, meg SSD, meg HD, minden igazából, tehát hogy ezek nagyon korrekt gépek. Ahogy kérted, rajta van a Windows is, az Office is, tehát ezek üzembiztosak, üzemkész állapotban vannak. Tudom, hogy mondtad, hogy hát kell egy kis ilyen védelem rá. Igen. azért a gyerekek csak olyat nézzenek, amit szabad. Ami fontos, hogy kaptunk az ütősok felajánlásával hangszereket. Remélem, hogy ezeket fogjátok tudni hasznosítani. Hát ez egy ilyen dob, illetve van egy, mutatom, egy ilyen kájon. Azt kértem, hogy azt írják rá, hogy ne feledd el, hogy honnan jöttél, mert hogy remélem ez egy jó üzenet lesz. Van benne csörgő, mindenféle, és hát ugye beszéltünk arról, hogy ami nem változik, az, hogy a gyerekek szeretnének élményt. Úgyhogy a Superfly jóvoltából kaptok 50 darab jegyet. Tulajdonképpen ez egy ilyen trambulinpálya, egy ilyen élménypálya. Imádni fogják. Én közel 30 évesen is imádom, úgyhogy mi rendszeresen járunk. És a másik, amit mondtam, ugye, hogy vagy mondtatok, a Cinema City felajánlásából 50 darab szabadon választható filmre mozi jegyet, ha majd megnyitnak a mozik értelemszerűen. Reméljük hamarosan. Igen, illetve a McDonald'sból pedig minden gyereknek egy Big Mac menüt fogunk tudni biztosítani. Ezt majd rátok bízzuk, hogy fogjátok tudni ezt odaadni, meg fogjátok kapni kis kuponkártya formájában, és tulajdonképpen hát ti eldöntitek, hogy majd együtt, vagy odaadjátok a gyerekeknek. Mindegy, illetve van egy hatalmas nagy doboznyi ruhaadomány, ahol azért igyekeztünk olyan divatos férfi és női ruhákat összeválogatni az adományokból, ami azt gondolom, hogy én is nagyon szívesen fölvennék. Sőt, egy részüket én is hordtam, csak hát ugye, igen, ahogy szélesedtem, ezek a ruhák úgy mentek össze, úgyhogy sajnos ez van. Úgyhogy elhoztuk ezeket is. Nagyon szépen köszönjük. Hát igazán nincs mit, remélem, hogy boldog lesz a karácsony. Köszönjük szépen, tényleg, és viszont kívánok. Tényleg. Körbenézhetek itt is egy picit? Várnak a csoportban, gyerekek is várnak benneteket, és utána egy finom evédre. Köszönöm szépen, az rám fér, mert ma még nem ettem. Köszönöm szépen. Hát akkor menjünk, nézzünk be a csoportba. Közeledett a nap leginkább várt része, amikor találkozhattunk a srácokkal, akikkel együtt is ebédelünk. Vártam ezt, mert rengeteg kérdésem volt hozzájuk. Szerencsére egészen nyitottak és beszédesek voltak velem. Úgy éreztem, hogy közülük valónak tekintenek. A szobádban a legnagyobb rend. Nekem. Egy leg? Megérem, tekerik el a szobáját. Szekrényekben nem? Na, nekem is baba kék volt egyébként a szobám, és akkor ez még kuriózumnak számít, hogy minden szoba fehér volt. Mindenki harcoltam, hogy hogy legyen már kék, és mondtam, hogy én megveszem akár a zsebpénzemből a színezőt, valószínűleg ez volt az, ami megkapott az igazgatónak. Teljesen korrekt. Mindig ilyen rend van, vagy csak tudtátok, persze, hogy jövő? Mindig ilyen rend van. Gondolom. Igen. Pont azt mesélem, hogy azóta nem eszek rakott dolgokat, rakott zöldbabot, rakott akármit, mert minden héten legalább háromszor volt, és
és már megérzem ennek a barátosos ragúnak az illatát, és azt mondom, hogy nem, köszönöm, én nekem ezt nem egy gyerekkoromat, de ugyanígy egyébként a bolonyaival, amit szerintem nagyon jól készült, akkor mert borzasztó volt. Na jó, de ez is sokkal jobb, mert meg tudsz élni, mint szeretni énekelni, meg a gyerekek. Demokrácia van? Hát az És mióta vagytok itt bent? Már év. Mennyire év? 5 év. Én 1 év. Fél éve. Az mondjuk mennyire nem is olyan sok a fél év. Az még tűrhet. És jól érzed magad? Jól érzitek itt magatokat? És nem kell kamúzni, mert itt vagyok. Nem kell kamúzni. Figyelj, én volt, amikor nagyon gyűlöltem itt lenni, de volt, amikor nagyon szerettem itt lenni. Tehát azért nekem ez mindig ilyen váltakozott a dolog, hogy hát nem tudom. Nevelők, jó fejek? Nem? Nagyon jó. Jó fejek, amikor nem vernek meg titeket, nem? Csak akkor a legjobb fejek. Ugye nem dohányzik egyikőtök sem. Nem, és nem egyik. Rafkós vagy. Rafkós. Neked volt a legnagyobb hangod, te tuti spanglizol. Hát te tuti. Neked volt a legnagyobb. Ismerős. Jó van. Király. És ki volt a hetedikes? Ki mondta? Te vagy ti hetedik, és hova mentek tovább? 8. nyilván, de utána van már valami ötlet? Szakácsnak szeretnétek lenni? Az jó. Nehogy egyébként az autószerelők rohadt sokat keresnek, hogyha tényleg az akarsz lenni, tényleg legyél autószerelő, mert elvittük az autónkat, akár egyszer elviszük az autónkat, az egy félhavi fizetés a szerelőnél. Tényleg. Így a nap végére be kellett látnom, hogy ők már teljesen máshogy nevelkednek, mint mi annó. Elképesztő az a munka, amit itt végeznek. A srácok okosak, jól neveltek, egészségesen elevenek, de tele vannak célokkal, álmokkal. Patrikkal úgy döntöttünk, hogy a jövőben igyekszünk párat beteljesíteni. Amikor azt mondtuk, hogy legközelebb tovább maradunk, ők azt mondták, már ha jöttök legközelebb. És ez az a mondat, ami minket állami gondozatokat leginkább jellemez. Már nem hiszünk rögtön a felnőtteknek. Eltelt 15 év, de én még mindig így érzem.